Kennedy MP képviselője, Nagysa Lőrinc következik. Parancsolja, megadom a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az immár több mint egy éve velünk lévő koronavírus járvány ideje alatt sok fontos tanúságot levonhattunk. De az első szó természetesen a köszöneté, hiszen az orvosok, ápolók, járványügyi szakemberek, mentősök, szociális területen dolgozók, rendőrök, katonák, logisztikai szakemberek, kormány és köztisztviselők, pedagógusok és sokan mások megfeszített munkájának köszönhetően tudtuk a harcot felvenni ezzel az alattomos ellenséggel, a vírussal. Láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy határozott és cselekvőképes kormány álljon az ország élén, különösen ilyen válsághelyzet esetén. Belegondolni is szörnyű, mi történt volna, ha egy kamu videós, kamu statisztikus, álhírgyártó, a hatóságokat és a szakembereket támadó és oltás ellenes szivárvány koalíció vezette volna az egészségügyi és gazdasági védekezést, akik az önkormányzatokban is egyfolytában veszekednek és egyet nem értésben próbálnak evickélni. Egy fontos tanúság tehát az, hogy a baloldalra nem csak békeidőben, hanem veszélyhelyzetben sem lehet számítani. A piti politikai érdekeik fontosabbak az egységnél, a védekezésnél, a válságkezelésnél és sajnos még az emberéletnél is. Hiszen a baloldal hazudott a rendkívüli jogrend bevezetéséről, hazudott az intézkedésekről, a statisztikákról, a szakemberekről, hazudott a hatóságokról, az eszközbeszerzésekről és még az életmentő oltásokról is. Magyarország második helyezett az Európai Unióban a lakosságarányos átoltottságot tekintve, bőven megelőzve ezzel a gazdag nyugat-európai tagállamokat. 3.604.000 ember kapta meg az oltást a mai napig. A kiemelkedő magyar oltási programnak köszönhetően elindulhatott a fokozatos újraindítás. A Gyurcsány Ferenc irányította baloldali nyílt, betiltást követelő, petíciózó oltásellenes kampányt pedig hirtelen átcsapott egy sunyi, az embereket elbizonytalanító, az oltások hatékonyságát és biztonságát aláásni akaró kampányba. A DK korában például azt mondta, ha Orbán Viktor tovább erőlteti a kínai vakcinát, 1 millió beoltott sem lesz. Erre és sok más oltásellenes, elbizonytalanító nyilatkozatra, határozati javaslatra, petícióra a magyar emberek adták meg az egyetlen lehetséges választ. Folyamatosan nő a regisztráltak és a beoltottak száma is. Mert a magyar emberek mi hamarabb vissza szeretnének térni a normális kerékvágásba, teraszra ülni, múzeumba menni, találkozni egymással, megölelni a szeretteinket, és pontosan tudják, hogy ez csak az oltás teszi lehetővé. Dobrev Klára nemrég azt nyilatkozta, hogy senki nem mondja, hogy a kínai és az orosz vakcina segít. Dehogy nem. Tudósok, hatóságok, szaklapok, statisztikák. Minden Magyarországon engedélyezett vakcina, akár keletről, akár nyugatról érkezett, biztonságos, hatékony, életeket ment és segít, hogy magunk mögött hagyhassuk a korlátozó intézkedéseket szépen, fokozatosan. A Párbeszéd politikusa Jávor Benedek, tudják, aki tavaly azt mondta, hogy ez egy relatíve ártalmatlan járvány, hazárdjátéknak nevezte a kínai vakcina tömeges magyarországi alkalmazását. De úszított ellene például egyenesen rasszista módon Jakab Péter is. Szabó Tímea pedig azt állította, hogy az a több millió magyar, aki majd kínai oltást fog kapni, az nem is védett. Láthatjuk, ha a baloldalon múlna, ma sokkal kevesebb beoltott, sokkal több beteg, sokkal távolabbi nyitási időpontok lennének, és szó sem volna most az újraindítás lépéseiről. A baloldal máig az országgyűlés előtt lévő határozati javaslattal zárta volna el az embereket a mostani lépésektől, a kiárási tilalom egyre későbbi időpontjától, a teraszoktól, a szolgáltatóktól, és hamarosan ennél sokkal több mindentől. Ne legyen kétségünk, egy pillanatig nem nézik az emberek érdekeit, egy pillanatig nem hallgatnak a járványügyi szakemberekre, egy pillanatig nem érdekli őket, hogy az oltás életeket ment. Őket a bukcsi simogatás érdekli, amit az apró villában kaphatnak egy-egy sunyi, az embereket elbizonytalanító beszólásért. A DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum a kormány iránti gyűlölettel eltelve, előre megfontolt szándékkal a magyar emberek millióitól venni el az oltás lehetőségét és mindenkitől az újraindítás lépéseit. Mi mindenkit arra kérünk, hogy ne hallgasson az oltás ellenes baloldalra, regisztráljon és oltassa be magát. Világosan látszik, hogy ez az egyetlen út, ami a normális élethez való visszatérés segíti. Minden Magyarországon elérhető vakcina biztonságos és hatékony. A kormány hétvégén közzétett statisztikája is, bár sokan sokfélét akarnak belemagyarázni, egyet biztosan mutat. Nincsenek első és másodrendű oltások Magyarországon. Mindegyik használ, és mindegyik biztonságos. Mi mindenkit arra kérünk, hogy regisztrációnkkal, oltásunkkal és fegyelmezettségünkkel szolgáljuk az életet, ne pedig a baloldali halálkampányt. Köszönöm, hogy meghallgattak.